a jogalkotónak, én belátom, hogy a 40 év alatt begyakorolt szabályozási tühe, a kurról kodifikáció viszont borzasztó nehezen győzhető le. De azért mégis azt hiszem, hogy a legmesszebb menőkig tartózkodnia kell a civil szférával való beavatkozástól. Az egy alap dolog, azt nem szabad elfelejteni, hogy a polgári szabadságjogokra vonatkozó szabályoknak alapvetően az államhatalom korlátait kell meghatározniuk, és a szabadságjogok érvényesülésével szemben csak minimális szabályokat tartalmazhatnak. Ezen túlmenően pedig még annak a látszatától is tartózkodni kell, hogy az államhatalom be akar avatkozni a belső szerveződéseknek, az autonóm szerveződéseknek a belső életébe, és ezek a szabályok, amelyeket én az előbb felsoroltam, ezek pont az ellenkezőjük mutatják, azt mutatják, hogy a hatalom egészen egyszerűen nem tud arról leszokni, hogy minden bele szóljon. Alapvető hibája, és ez már valóban érdemhiba, a tervezetnek a politikai pártról szóló rendelkezése. Mit mond a tervezet? A második szakasz első bekezdése kimondja, idézem, hogy magánszemélyek, a jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint politikai pártot, szakszervezetet, tömegmozgalmat, érdekképviseleti szervezetet, egyesületet vagy más e törvény rendelkezéseivel nem ellentétes szervezetet hozhatnak létre és működtethetnek. Eddig azon túl, hogy politikai párton kívül, mint milyen párt lehetséges, azon túl semmi problémám nincsen. De jön utána a negyedik szakasz második bekezdése, amelyik azt mondja, hogy a politikai pártnak a társadalmi rendszerben elfoglalt helyére és szerepére az alkotmány rendelkezései megalakulásának és nyilvántartásba vételének feltételeire külön törvény rendelkezései az irányadóak. Na most úgy gondolom, hogy külön törvényre csak abban az esetben lehet szükség, hogyha az egyesülési jognak ezt a formáját, vagyis a pártalakítást a többi társadalmi szervezettől eltérően akarják szabályozni. Na most abban is biztos vagyok, hogy ez az eltérés, ez nem a nagyobb lehetőséget irányába kíván mozogni, hanem valamiféle nagyobb korlátozást fog jelenteni. Ugyanakkor sajnos aláírtunk, vagy nem sajnos és nem tudom, hogy kinek sajnos, de aláírtuk a Polgári és Politikai Jogok Egyesség okmányát, ezt aláírtuk, kihirdettük, és ez egyúttal azt is jelenti, hogy kötelező érvényű szabályokat tartalmaz a jogalkotás számára. Na most ez az egyesség okmány, ez csak olyan törvényben meghatározott korlátozásokat enged meg, amelyek egy demokratikus államban az állambiztonsága, a közbiztonság megóvásához szükségesek. A többi korlátot nem mondom, mert a közelkölcsnek a politikai párthoz sok köze nincsen. De az tény, hogy a Polgári és Politikai Jogok Egyesség okmánya az minden szervezetre, a szervezet típusától függetlenül egyforma korlátozásokat enged meg, vagyis, hogyha egy szabad társulás elé gátat kell emelni, vagy gátat lehet emelni, akkor az nem a társulás típusa lehet, hanem attól függetlenül, hogy most az egy mozgalom vagy egy politikai párt, a konkrét szervezet és annak a célja és működése, az vizsgálható. Vagyis az egyesség okmány értelmében a pártalapítás mint olyan nem lehet korlátozni. Azt ki lehet mondani, hogy a társadalmi rend erőszakos megdöntésére törekvő társadalmi szervezetet nem lehet létrehozni, függetlenül a szervezet típusától. Mert azt is, hogy diktatórikus államrend kialakítására irányuló társadalmi szervezetet sem lehet létrehozni, ezt is függetlenül a szervezet típusától. Azért, mert az ilyen típusú szervezetek veszélyt jelentenek egy demokratikus államra, és mondom, függetlenül attól, hogy pártról, vagy egy tömegmozgalomról, vagy bármiféle más társadalmi szervezetről van szó, de a társadalmi szervezetek bármelyik típusának, így a pártnak is, a többi szervezettől való eltérő kezelése az jogellenes, még akkor is, ha jogszabály formájában történik, mert a nemzetközi egyezmények a jogalkotás számára adnak kötelező paraméter. És itt
A tiltás kritériumai csak egységes formában történhetnek, ha egy jogalkotásban nem egységesen történnek a különböző szervezet típusok vonatkozásában a tiltások, akkor itt a lényegi kérdésem szerint csak két esetben egységes. Vagy az, hogy a kiemelt és szűkebb lehetőségek szerint megalakítható szervezeti forma veszélytelensége esetén is korlátozás alá esik, és akkor ezért jelent jogsérelmet, és ütközik az egyesség okmányban, vagy az, hogy az egyéb szervezetek bizonyos körben akkor is létrehozhatók, ha veszélyt jelentenek, bár úgy gondolom, hogy itt az előző esetről van szó, és nem a második.